Negyed évszázaddal ezelőtt debütált a tévétörténelem egyik legmeghatározóbb sorozatának első epizódja, ennek apropóján pedig összegyűjtöttünk 25 érdekességet róla. Éve megjelent 6 fiatal a televízió képernyőjén, akik egy szökőkútnál táncolgatva bulisztak, miközben szólt az. A 10 évadból és 236 epizódból álló pályafutása alatt a Jó barátok a tévétörténelem egyik legmeghatározóbb sorozatává vált, ami megújította a sitcom műfaját, sztárt csinált a főszereplőiből, és még a streamingelés korszakában is annyira népszerű, hogy vagyonokat költenek a szolgáltatók a jogaiért. Negyed évszázaddal ezelőtt ismertük meg Mónikát, Rosst, Rachelt, Phoebe-t, Chandlert és Joey-t, akik azóta is rendszeresen visszaköszönnek a tévé képernyőjéről, a viccelődéseiken és kínlódásaik pedig ma is ugyanannyit tudunk nevetni. A Jó barátok születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk 25 érdekességet, amit nem biztos, hogy tudtatok a sorozatról. A Jó barátok cím tökéletes egyszerűséggel fejezi ki, hogy miről szól a sorozat, azonban távolról sem ez volt az első és végleges címötlet. Amikor David Crane és Martha Kaufman először álltak elő a baráti társaságról szóló sitcomuk ötletével, az Insomnia Café, azaz Álmatlanság kávézó címet adták neki, ami több változáson is keresztül ment, miután az NBC megrendelte a pilotot a Friends Like Us, az Across the Hall és a Six of One címötletek után végül a Friends, magyarul Jó barátok mellett döntöttek. Nehéz lenne elképzelni, hogy a 6 barát közül bárkit is más játszon, pedig két színészt is majdnem elszólított a kötelesség. A Chandlert megformáló Matthew Perry 1994-ben a Jó barátok mellett egy másik pilot epizódot is leforgatott. Az LAX 2194 olyan podgyászkezelőkről szólt volna, akik földön kívüliek csomagjaival foglalkoznak. Ha a csatorna megrendeli a furcsán hangzó sorozatot, Perry kénytelen lett volna lemondani a Jó barátokról. Ugyanúgy Jennifer Aniston is sokáig kétséges volt, mivel a színésznőt beválogatott egy másik szitkomba a Jó barátok szereplő válogatások közben. Szerencsére ezt a sorozatot is elkaszálták, mielőtt még a csatorna leszerződtetett volna bárki mást Rachel szerepére. A Disney egyik kedvenc rendezője és az MCU egyik vezéralakja Jon Favreau, a Vasember és az Oroszlán király rendezője is kivette a részét a Jó barátokból. A 3. évadban ő alakította Mónika milliárdos barátját, aki rákattant a küzdősportokra. Azonban Favreau eredetileg állandó tag szeretett volna lenni. Ő és a két pasi meg egy kicsiből is, mert John Cryer is esélyesek voltak Chandler szerepére, és talán valamelyikük meg is kapta volna, ha megrendelik Perry földön kívül is szitkomját. Ross Geller esetében nem találunk olyan sztorit, hogy kikapta meg majdnem a szerepet, ugyanis ez a karakter az első pillanattól kezdve David Schwimmernek lett írva. Bár volt meghallgatás, a többi jelöltnek, köztük a Will és Grace Eric McCormackjének nem sok esélye volt, ugyanis a sorozat vezető producere Kevin Bright korábban együtt dolgozott Schwimmerrel, és végig benne gondolkozott. Az írók állítólag eleve már a színész hangjára írták Ross szövegeit. És nem meglepő módon őt választották ki elsőként a 6 barát közül. A Jó barátok tökéletesítette a sitcom formulát azzal, hogy a 6 nagyon különböző személyiséggel rendelkező főszereplője gyakorlatilag leképezi a teljes nézőközönséget, így alig akad olyan néző, aki ne találna azonosulási pontot legalább egy szereplővel. Azonban a sorozat ötletének születésekor a 6 barátból csak 4-en lettek volna főszereplők, Phoebe és Chandler pedig mellékszerepekben tűntek volna fel. Belegondolni is furcsa egy olyan Jó barátokba, ahol Chandler szarkazmusa és Phoebe elvarázsoltsága csak néha jelenik meg. A Jó barátok előtt mind a 6 főszereplő relatíve ismeretlen volt a szakmában, de Courtney Cox addigra már több sorozatban és filmben is feltűnt. A producerek talán pont ezért Rachel szerepét szánták neki, de Cox visszautasította az ajánlatot és inkább Mónikát választotta, mert jobban tetszett neki az erős karakter. Bár Cox teljesen magáévá tette a rendmániás és zsarnokoskodásra hajlamos Mónika karakterét, az Emmy szavazók valamiért egyszer sem értékelték az alakítását, miközben a Rachel visszautasított szerepét megkapó Jennifer Aniston-t 5 Emmyre jelölték, amiből egyet meg is nyert. David Schwimmert és Matthew Perry-t egyszer, Matt LeBlancot 3-szor jelölték, a csúcstartó Lisa Kudrow pedig 6 jelölésből egyet váltott díjra. A sorozat ikonikussá váló nyitányában a Jó barátok remekül érzik magukat, ám ezek a képsorok több szempontból is hamisak. Egyrészt nem egy New York-i parkban forgatták, hanem a Warner Brothers kaliforniai stúdiójában. Másrészt Aniston elmondása szerint ők egyáltalán nem értették, hogy miért kell nekik egy szökőkútban ugrálni, ráadásul a barátságot ünneplő főcímdalért sem voltak oda.
Az NBC feje szintén utálta a főcímet, és egy pilot után közölte Kevin Bright producerrel, hogy dobják az egészet és inkább vágjanak össze egy montást a sorozatból. Bright ragaszkodott az eredeti főcímhez, és végül kompromisszumként abban maradtak, hogy a szökőkutas táncolást feldobják a sorozatból választott képsorokkal. Idén a Bosszúállók végjáték és a Trónok harca utolsó évadának debütálása miatt a megszokottnál is gyakrabban került elő a spoiler fogalma. Manapság egyre élesebb vita folyik arról, hogy mi számít spoilernek, hogyan lehet elkerülni, és el lehet-e vele rontani az élményt, azonban ez nem új keletű probléma. Mivel a Jó barátokat közönség előtt vették fel, minden forgatáson körülbelül 300 rajongó tudhatta meg a tévénézőknél jóval korábban, hogy milyen irányt vesz a sorozat. Bár akkoriban még nem volt közösség média, ahol egy poszttal milliókhoz lehetett volna eljuttatni a spoilereket, azért az alkotók a cliffhangereket a közönség részvételen nélkül forgatták, hogy ne szivárogjanak ki a fontos fordulatok. Például, amikor Ross véletlenül Rachel nevét mondja az esküvőjén. Hi, Ross. Take the Emily. Take the Rachel. Apropó Ross és Rachel. Kettejük se veled, se nélküled kapcsolata örökre megmaradt a popkulturális emlékezetben, és rendszeresen hivatkozunk rájuk, ha egy olyan sorozatos párosról van szó, akiket egymásnak teremtettek az írók, de a nézői érdeklődés fenntartása érdekében nem lehet csak úgy összehozni őket. Ez a központi románc viszont csak a David Schwimmer és Jennifer Aniston közötti kémia miatt jött létre. Egyébként Monica és Joey lettek volna a sorozat főszerelmesei. Ezt az ötletet szerencsére gyorsan kukázták, és végül Monica, szintén a színészek jól működő dinamikája miatt Chandler mellett kötött ki. Nem csak a rajongók érezték úgy, hogy Rossnak és Rachelnek egymás oldalán kell kikötniük, hanem maguk a színészek is. A 10. évadban Rachel és Joey egymásba szerettek, ami teljesen kiakasztotta a színészgárdát. Közösen próbálták meggyőzni az írókat a történetszál kihúzásáról, mert LeBlanc elmondása szerint helytelennek érezték a kapcsolatot, hiszen Rachel és Ross összetartoznak. Végül Rachel és Joey mégis randiztak a sorozatban, de elég rövid életű volt a kapcsolatuk. I'm so sorry. 10 év hosszú idő, és ez alatt több barátság is átalakult szerelemmé. A sorozat végére a 6 főszereplőből 2 páros is született, a leglelkesebb rajongók pedig azt is észrevették, hogy szinte mindenki csókolózott mindenkivel az évadok során. Persze ezek a csókok sokszor nem romantikus töltetűek voltak, többnyire visszaemlékezések, fogadások vagy egyszerű poénok kedvéért csattantak el. Egyedül Mónika és Phoebe nem csókolták meg egymást soha, maximum Joey képzeletében. A Jó barátok egyik legemlékezetesebb vendégszereplője Bruce Willis volt. A karrierje csúcsán lévő színész a 6. évadban alakította Ross egyetemista barátnőjének szigorú apját, aki miután nagy nehezen megnyílik Rachelnek, nem tudja többé abbahagyni a sírást. Ezt a cameót Perrynek köszönhetjük, ugyanis a Bérgyilkos a szomszédom című közös filmjük forgatásán fogadást kötött Willisszel, hogy a 2000-es film első lesz a bevételi listákon a nyitó hétvégéjén. Willis nem jósolt ekkora jövőt a vígjátéknak, de miután kiderült, hogy tévedett, elvállalta a szereplést, a gázsiát pedig jótékony célra ajánlotta fel. Phoebe elmaradhatatlan kelléke a gitárja, pedig Lisa Kudrow cseppet sem szerette ezt a hangszert. Próbálta rábeszélni az alkotókat, hogy Phoebe inkább bongózzon, de nem járt sikerrel, és el kellett járni a gitártanárhoz. Az oktatás nem igazán vált be, ugyanis Kudrow csak pár akkordot tanult meg, mielőtt ráunt volna az egészre, de ennyi pont elég is volt a büdös macska tökéletes eljátszásához. Büdös macska, mivel etetnek téged? Mindenki! Végül is Phoebe-nek valószínűleg amúgy sem lett volna pénze rendes gitártanárra. A sorozat egyik legszórakoztatóbb állandó szereplőjét alakító James Michael Tylert azért választották ki Günther eljátszására, mert ő volt az egyetlen statiszta, aki rendelkezett felszolgálói tapasztalattal. Rachel titkos hódolója egyébként egész sokáig tényleg csak statiszta volt, hiszen először a 33. epizódban szólalt meg, és ott is csak annyit mondott, hogy... Az alkotók úgy fedezték fel Lisa Kudrow-t, hogy látták szerepelni a 90-es években futó Megőrülök érted című sorozatban, ahol Ursulát, az undok felszolgáló lányt alakította. Bár a Jó barátok alkotóinak pont az volt a célja, hogy Ursula ellentétét alkossák meg Phoebe-vel, Kudrow előző szerepe mégis visszaköszönt a Jó barátokban, mégpedig a lány ikertestvéreként. A Megőrülök érted egyik főszereplője, a Helen Hunt által alakított Jamie kameozott is egyet a sorozatban, a Central Parkben összetévesztette Phoebe-t Ursulával.
A sorozat egyik legemlékezetesebb tárgya egy nagy fehér kutyaszobor, amit Joey az életünk napjaiért kapott fizetéséből vásárolt. A Pet nevű porcelán kutya egyébként Jennifer Aniston tulajdona, aki a sorozat forgatásának első napján kapja ajándékba az egyik barátjától egyfajta szerencsehozó kabalaként. Működött! Nem a Günthert alakító James Michael Tyler volt az egyetlen statiszta, aki egy nagyobb szerepig vitte a sorozatban. June Gable először nővérként segítette világra hozni Carol és a rossz kisfiát, majd később Joey ügynökeként tért vissza. Giovanni Ribisi, mielőtt pedig eljátszotta volna Phoebe öcsét, Frank Jr., egy szórakozott srácként tűnt fel, aki véletlenül óvszert dob pénz helyett a lány bőröngyébe. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások olyannyira megrendítették a világot, hogy a hatására terrortámadásokról szóló filmeket, a World Trade Centernél játszódó előzeteseket és adott esetben már leforgatott jeleneteket kellett törölni. Ez utóbbi kategóriába esett a The One Where Rachel Tells Ross című epizód eredeti történetszála, amiben Mónika és Chandler bajba kerül a reptéren, mert az utóbbi elkezd a bombákkal viccelődni. Az epizód pár héttel 9-11 után került volna adásba, de az alkotók is érezték, hogy ezt nem szabad így leadni, ezért gyorsan újra forgatták a friss házaspár jeleneteit. Akik nem szokták áttekerni a főcímet, már biztosan észrevették, hogy a The One After Vegas című epizód nyitányában valami megváltozott. Mindegyik színész nevéhez hozzáfűzték az Arquette szót. A sorozat így ünnepelte Courtney Cox és David Arquette házasságát, ami után a színésznő fel is vette a férje nevét. Cox és Arquette 1999-ben házasodtak össze, és 2013-ban váltak el. Ekkor rövidítette vissza a nevét a színésznő. A Jó barátok egykori írócsapata szerint a sorozat írószobája egyszerre volt buli helyszín és börtön, ugyanis Kaufman és Crane kegyetlen maximalistaként dobálták vissza az általuk közepesnek ítélt poénokat, emiatt pedig sokszor szinte éjjel-nappal dolgoztak az írók. Míg a szitkomok hagyományos írási folyamata úgy működött, hogy a csapat egyik tagja megírja az adott epizód forgatókönyvét, majd a többiek csiszolgatnak rajta, a Jó barátok esetében csak egy vázlatot írt a kiválasztott ember, és szinte az egész szöveg közösen született. Ez a szokatlan munkafolyamat meglátszott az epizódok humorának magas minőségén, de időnként rengeteg kínlódással járt. Persze néha az utóbbi is inspirációként szolgált. Az egyik epizód, amiben Ross és Joey órákon keresztül dobálgatnak egy labdát leesés nélkül, az írók egyik kedvenc munkahelyi tevékenységén alapult. 10 év alatt bizony előfordul, hogy valamelyik főszereplő teherbe esik, ami komoly nehézségeket okoz egy olyan sorozat esetében, ahol nincs lehetőség a több hónapos leállásra. Az írók nem akarták, hogy Phoebe-nek gyereke szülessen, de meg tudták oldani, hogy Lisa Kudrow nagy pocakkal tudjon dolgozni. A karakter vállalja a béranyaságot az öccse és a szerelme hármasikreihez. Ennél nagyobb fejtörést okozott Courtney Cox, aki akkor lett várandós, amikor a sorozatban már kiderült, hogy Mónikának és Chandlernek nem lehet saját gyereke. Ezért van az, hogy Cox az utolsó részekben csak bőruhákban látható, az öltöztetők minden erejükkel azon voltak, hogy eltakarják a színésznő hasát. A sorozat utolsó évadai idején Jennifer Aniston már sikeresen elkezdte építgetni a hollywoodi karrierjét olyan filmekkel, mint a Hivatali patkányok és a Mindenható. A Brad Pitt-tel kötött házassága pedig még jobban megerősítette a celeb státuszát. Aniston már nagyon hátrahagyta volna Rachel szerepét, és először nem is akart visszatérni a 10. évadra, mert úgy érezte, hogy a csúcson kéne befejezni a sorozatot. Szerencsére végül rábeszélték, hogy vállaljon el egy utolsó évadot, így nem kellett idő előtt búcsúznunk se Rachel-től, se a Jó barátoktól. A sorozat folyamatosan növekvő népszerűsége és a színészek ezzel nyert hírneve a fizetéseken is meglátszott. Az első évadban mindenki körülbelül 22 000 dollárt keresett epizódonként, de a második évadra már eltérő gázsikért dolgoztak. 1997-ben azonban egy emberként felálltak és bejelentették, hogy csak akkor vállalják a további évadokat, ha mindenki megkapja a 100 000 dollárt epizódonként. Ez hatalmas dolognak számított akkoriban, hiszen a színészek közötti jelentős és gyakran igaz igazságtalan bérkülönbségek problémája csak az utóbbi években vált forró témává, a Jó barátok színészei pedig még jóval a trend előtt álltak ki egymásért. Úgy látszik, a való életben is barátság alakult ki köztük, a fizetésük pedig az utolsó évadra már 1 000 000 dollár volt epizódonként.
A lakásokon kívül a Central Perk kávézó a sorozat leggyakoribb helyszíne, ahol a szereplők valamiért egész nap ráértek üldögélni, nem törődve a munkaidővel. De nem csak az a furcsa, hogy mennyi szabad idejük volt, hanem az is, hogy egy belvárosi picike kávézóban mindig szabad a legnagyobb asztal és a hozzátartozó kanapé. Nos, a legfigyelmesebb rajongók már kiszúrták, hogy nem szerencsés véletlenek folytán állt mindig a szereplők rendelkezésére az az asztal, ugyanis a jelenetek többségében ott van rajta a reserved, azaz foglalt tábla. Ezek lennének hát azok az érdekességek a most 25 éves jóbarátokról, melyeket nem biztos, hogy tudtatok. Van a tarsolyotokban még ilyen? Ne habozzatok megosztani velünk, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Sziasztok!